Dr. Pacolai Péter, Óbudán élő jogtudós, politológus, egyetemi tanár. Kutatási területe a politika elmélet története és az összehasonlító alkotmánytan. 1996 és 2000 között az Alkotmánybíróság főtitkára, 2006 és 2015 között tagja, 2007-2008-ban elnök helyettese, 2008. július 3-ától 2015. február 25-ig elnöke, 2005-2006-ban a köztársasági elnök hivatal vezetője, 2015-től Magyarország római nagykövete. 2017. februárjától az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar bírói pozícióját is ellátja. Óbuda békésmegyeri lakos, aki egész életművével, kiemelkedő közéleti tevékenységével olyan országos, nemzetközi elismerést szerzett, mely hozzájárul Óbuda békésmegyer jó hírnevének öregbítéséhez. 1985-ben költöztünk feleségemmel Óbudára, először a római parti lakótelepre, majd később ott is egy másik nagyobb lakásba, és 1997 óta Csillaghegyen élek. Számomra személy szerint a római hagyományok, a római eredete Óbudának, ami rendkívül megfogott mindig is, és mondhatom nyugodtan, hogy tulajdonképpen korábbi pályámtól kicsit eltérve azért is vállaltam a római nagykövetséget, hogy hát most maga a Róma város központjában, a birodalom központjában is átéljem ezt az élményt. Amikor a repülőtérre mentem Rómában a vízvezetékek mellett, majd pedig megérkezve hazafele jöve a Szentendrei úton is a vízvezetékek mellett hallottam, ez mindig egy rendkívül különleges élmény volt nekem személy szerint. Életem során elég sok kitüntetést kaptam nemzetközileg is, vagy tucatnyit. Azt hiszem, amit Magyarországon egy jogász megkaphat, azt megkaptam. Ez azonban, amikor egy reggel, egyébként pont Málta szigetén utolsó nagyköveti működésem idején megkaptam ezt az e-mailt, mindenre gondoltam, hogy mi lesz benne, csak arra nem, hogy ezt a megtisztelő címet megkaptam. Éppen ezért a meglepetés öröme miatt is sokkal nagyobb élmény számomra, mint azok a kitüntetések, amelyek az ő többé-kevésbé számítottam. És nekem a lakókörnyezetnek a megbecsülése nagyon sokat jelent, mert ugye azért az ember csak itt él, kötődik Csillaghegyhez, Óbudához, római parthoz, mondhatom gyerekkorom óta, és ezért tényleg nagyon nagy megtiszteltetésként éltem meg.